Ismét rendkívüli jogrend lépett életbe. Az országgyűlés elfogadta a kormány által beterjesztett javaslatokat, amelyek az ország minden egyes lakosát érintik. Azt hiszem, hogy érdemes némi magyarázattal szolgálni ahhoz, hogy Bábolnán hogyan alkalmazzuk. Kezdjük a közös önkormányzati hivatal tevékenységével. Igen, alapvetően mi már készültünk erre a lépésre a kormánynak korábban is. Láttuk a felfutó járványszámokat, hogy egyre rosszabb és rosszabb adatok jönnek ki, és már szeptember 1-én a közös hivatalban intézkedtünk arra vonatkozóan, hogy a személyes ügyfélfogadást csökkentsük. Gyakorlatilag az ügyfelek szeptember 1-e óta már nálunk csak telefonon, e-mailben, illetve más elektronikus úton tudnak kapcsolat tartani, és csak nagyon indokolt esetben lehetséges a személyes kontaktus az ügyintézőkkel. Ez igaz mind Bábolnára, mind pedig a banai kirendeltségre egyaránt. Tehát igyekeztünk megvédeni maximálisan a kollégákat, gondoskodtunk arról, hogy minél kevesebb szer legyen olyan a hivatalba is, hogy közösen többen vannak együtt. Igyekeztünk mindenkit szeparálni egymástól, hogy ezzel maximálisan betartva a járványügyi előírásokat és a járványügyi szabályokat. Úgy gondolom, ez működik, tehát ez a dolog a hivatalba, és a kollégák jelenleg dolgoznak, mindenki folyamatosan állományban van, nincs beteg. Tulajdonképpen a lakosság már ezt megszokhatta, hozzászokhatott, hiszen tavasszal is hasonló intézkedések voltak. Ezek mennyire váltak be? Én úgy gondolom, ezek beváltak, tehát a lakosság nagyon gyorsan elfogadta azt, hogy itt más helyzet van, mint korábban volt. A lakosság nagyon jól kezeli, tehát hogy azt, hogy elektronikus úton, e-mailben, telefonon tud velünk kapcsolatba lépni. Ezek működnek, tehát panaszt nem kaptunk az elmúlt két hónapban, sem tavasszal, emiatt a különleges ügyfélfogadási rend miatt, ami kialakult a hivatalba. Annyit tennék mindenképpen hozzá ehhez. Hát az új szabályok értelmében változtak a házasságkötésnek a szabályai. Az új rendelet, amit a veszélyhelyzeti intézkedésekről szólnak, amit most hoztak meg tanap előtt a kormánynál, érinti a hivatalban házasságkötéseket. Gyakorlatilag nem lehet nagy létszámú esküvőket tartani, kizárólag csak a meghatározott kör, tehát a házaslófeleknek a közeli rokonai lehetnek jelen a házasságkötésnél. Ezzel nagyon limitálva a korábbi nagyobb esküvőknek a létszámát. Lakotalmat tartani is lehet egyébként, mondjuk ez független a hivatalnak a tevékenységétől, de a házasságkötésnél sem lehet ott most már mindenki. Ezzel védve mind a házasulókat, mind pedig a hivatali dolgozóknak az egészségét. Egyébként lesz most hétvégén is esküvő, és a házaslófelek ezt a új intézkedést tudomásul vették azonnal, tehát alapvetően senki nem panaszkodott emiatt. Maga az önkormányzat, a képviselőtestület hogy fog működni? A veszélyhelyzetben a testület nem ülésezik, és nincsenek bizottsági ülések sem. Bár mi készültünk a munkaterv alapján arra, hogy lesznek képviselőtestületi ülések és bizottsági ülések, ezek nem tarthatók meg, ugyanis egy személyben a polgármester gyakorolja az önkormányzati hatásköröket a képviselőtestület helyett. Gyakorlatilag minimális korlátozásokkal polgármester dönthet mindenről. Azonban mi a tavasz gyakorlat alapján kialakítottuk azt, hogy a polgármester megkérdezi a képviselőket, nem képviselőbizottsági tagokat arról, hogy mi a véleményük egy kérdésben. Ezért a testületi ülések időpontjában nem testületi ülést, hanem egy ilyen elektronikus konferencián keresztül tartunk egy megbeszélést a képviselőkkel és a bizottsági tagokkal a egyes kérdésekről, amiket a döntés szükséges, és a polgármester a képviselőknek a véleményének a figyelembevételével hozza meg a döntését. Tehát maximálisan igyekszünk ebben a rendkívüli jogrendben is a képviselők döntése alapján hozni döntéseket, és ezeket természetesen nyilvánosan is fogjuk hozni, ugyanúgy, mint ahogy a korábban a testületi ülésnek a jegyzőkönyvei is nyilvánosak lettek. Az önkormányzati intézményeit is keményen érintik a korlátozások. Több intézmény is tartozik az önkormányzathoz. Kezdjük talán az óvodánál. Igen, az óvodával kapcsolatban, mint közművelési intézmény, két alapvetően nagyon fontos új szabály lépett életbe. Az egyik
aminek még nem tudjuk a pontos részletszabályait, de rendszeres szűrése lesz a odapedagógusoknak, oda dolgozóknak, azzal, hogy kiküszöböljük azt, hogy a pedagógusok körében a járvány elterjedjen, ezzel pedig a gyerekek egészségét és a szülők egészségét veszélyeztessék. Ez egy nagyon fontos lépés lesz, de nem tudjuk még a részletszabályait. A másik, hogy a rendelet részletesen foglalkozik azzal, hogy lázmérés szükséges az intézmény belépéskor. Erről a korábban is már gondoskodtak a odapedagógusok, és ezt a lázmérést elvégezték, és csak kizárólag egészséges gyerekek mehettek közösségbe. Jelenleg tudomásom szerint túlnyomó része a gyerekeknek óvodába jár, és egészségesen jár óvodába. A másik ilyen intézmény az Bábolnai Alapszolgáltatási Központ, amely elég sokrétű tevékenységet végez. Az intézmény rendkívül fontos szerepet játszott a tavasszal, a vírus hullám első idején. Komoly segítséget nyújtottak a rászorulóknak, időseknek arra, hogy ne legyenek egyedül, hogy kapcsolatot tartsanak ezekkel az emberekkel. Úgy gondolom, ez a típusú segítség most is meg lesz, sőt, biztos, hogy meg lesz. Számított bárki az ÁG-éknak a közreműködésére, amennyiben rászorulnak. Nem tudjuk pontosan még, hogy kiknek kell segíteni, erre vonatkozóan folyamatosan mind a hivatal, mind pedig az intézmény monitorozza a segítségre rászorulókat, és amennyiben szükséges, beavatkoznak. Hogyha korlátozásokat nézünk, akkor talán a legtöbb ilyen intézkedés a bábolnai kulturális intézményt érinti, hiszen ide tartozik a könyvtár, a szabadidőközpont, a helytörténeti gyűjtemény, illetve a sportcsarnok. Így van. Gyakorlatilag összes szabadidős létesítőkbe kell zárnia. Tehát sem a könyvtár, sem a kis múzeumunk, sem a szabadidőközpont nem működhet a további formájába. A könyvtárt teljes egészében be kell csukni, a múzeumot is be kell csukni, illetve a szabadidő központban kizárólag a versenyszerűen tekézők tekézhetnek, más egyéb rendezvényt, eseményt nem lehet tartani, be kell zárni a fitnessteremnek is többek között. A sportcsarnok is fontos, ott kizárólag a iskolában tanulók sportolhatnak, illetve versenyszerűen sportot űzők lehetnek még ott versenyszerű sportedzések alkalmával. Ez mindenképpen hatalmas korlátozás ahhoz képest, hogy ami korábban volt, ugyanis innentől kezdve nem használhatja bárki szabadon ezeket az intézményeket. Az intézmény egyébként készül, tudomásom szerint erről fog majd a vezetőasszony beszélni, arra, hogy valamilyen formában fönntartsák a szolgáltatásaikat, akár virtuális úton, akár pedig valami futárszolgálat útján, de erről majd úgyis lesz egy külön interjú, tudomásom szerint. A közterületeken járókerőket is komoly korlátozások közé szorítja most ez a rendkívüli jogrend. Így van. Kiárási tilalomban érvényben este 8 és reggel 5 óra között, azaz nem lehet kilépni az utcán, csak indokolt esetben. Alapvetően ilyen indokolt eset, hogyha az embernek van kutyája és itatatnia kell, de csak 500 méteres közöttben szabad ezt megtennie, illetve ami a munkavégzés céljából is kiléphet, illetve elmehet munkába, az a jöhet onnan. Hát itt mindenképp megemlíteném például a futárszolgálatokat, a mondjuk a élelmiszer szállító vállalatokat. Ők például este 8 után is kint lehetnek, amennyiben valaki mondjuk ételt rendel olyan étteremtől, aki kiszállítást vállal, a ételfutár mondjuk 8:30-9-kor is nyugodtan kivéheti az élelmiszert. Ez egy könnyebbség mindenképpen, én úgy gondolom. De alapesetben, hogy amennyi nincs indokolt ok, akkor nem lehet kimenni, otthon kell tartózkodni, legyen az embernek a szálláshelye, lakóhelye, tartózkodási helye. És igazából ezeket a szabályokat a rendőrség ellenőrzi, illetve a katonaság ellenőrzi, illetve szándékaink szerint a közterületfelügyelőnk is fogja ellenőrizni a szabályok betartását együttműködve a rendőrséggel. Ugye említetted itt a munkába járás, kelés éjszakai lehetőségét. Itt egy külön nyomtatványon lehet ezt igazolni. Hol lehet ezt beszerezni, hol lehet ennek utána nézni?
Hát interneten keresztül letölthető ez a nyomtatvány. Amennyiben beírja valaki a Google keresőbe, hogy kiárási tilalom igazolása, akkor számtalan helyen letölthető ez a nyomtatvány, de a kormánynak a honlapján is fönn van, tehát onnan, és a koronavírus.gov.hu oldalon is elérhető ez a nyomtatvány. Ez a nyomtatványnak a kitöltésével okirati jellegének a fenntartásával, okirati jellegével lehet igazolni a rendőrnek, katonának, közterület felügyelőnek azt, hogy valaki jogszerűen tolózkodik közterületen a kiértőlom alatt. Ugye Bábolna 10 000 fő alatti település, erre a településre nem vonatkozik a külterületi maszkviselés. Mégis mit javasolnál az embereknek? Ugye itt megnyit a szabadidőpark, sportpálya van, stb. Stb. Ezeket hogyan lehet igénybe venni? Alapvetően igénybe lehet venni ezeket a közterületeket a sétálás, rekreációs célból, egyéni sport célból is igénybe lehet venni. Nem kell maszkot viselni, azonban ahol már valami oknál fogva egynél több ember van ott javasolt azért a maszk használat közterületen is. Nem tud rendelkezni a bábolnai önkormányzat arra vonatkozóan, hogy köteleződjen bárhol is a közterületeken a maszk használat, azonban ez mindenképpen javallott ebben a járványügyi helyzetben. Egyébként annak az a oka, hogy a 10 000 fő fölötti településeknél adta meg a kormány ezt a lehetőséget, ugyanis nagy településeken sokszor vannak szűk utcák, tehát beépített területek, tehát, és ahol nagyon nehéz megtartani távolságot, ott mindenképpen indokolt, tehát ez a külterületi maszk használat. Ugye Bábolna az bizonyos nagy területen oszlik, fekszik, jó esetben nem találkoznak egymással az emberek, el lehet kerülni egymást, tehát nagy évben, hogyha az ember nem szeretné a másik emberhez közelebb kerülni. Bábolna néhány vendéglátóhely is működik, ahol meleg ételhez is hozzájuthatnak az emberek, illetve hát ott étkezhettek. Ezek, ha jól tudom, már be is zártak, illetve felhívták a lakosság figyelmét a következményekre. Így van. Alapvetően nem is zártak be, hanem átálltak arra jó részt, hogy kiszállítást végeznek, illetve kiadják az ételt. Tehát a rendelet célja az volt, hogy az étteremben tarózkodást, illetve a kocsmákban tarózkodást megakadályozzák, és ezzel a vírus átadásnak a lehetőségét csökkentsék. Az éttermek átálltak, amennyire én tudom, házhoz szállításra, illetve ételkiadásra. Bábolnán is jó részt. Ezek működnek, a szabályok szerint nem kell bejelenteni jegyzőnél az ilyen típusú házhoz szállítást, ezt a veszélyhelyzetben bejelentés kötelezettség nélkül is megteheti bármelyik étterem, hogy kiadja, illetve elszállítja az ételt azt, aki ezt kéri. Ez egy fontos lehetőség az étteremnek arra, hogy a fönntartsák a bevételeiket, még a veszélyhelyzet esetén is, illetve a lakosságnak is arra, hogy tudjanak megfelelően étkezni. A tavaszi korlátozások idején azt lehetett tapasztalni, hogy a bábolnai emberek nagyon fegyelmezetten betartották azokat a jogszabályokat, azokat a kéréseket, azokat a intelmeket, amelyek rájuk vonatkoztak. Erre lehet számítani most is ebben az időszakban? Én ebben biztos vagyok. Tehát a bábolnai emberek mindig is betartották a szabályokat, fegyelmezettek voltak. Én úgy gondolom, hogy nem lesz probléma a jövőben sem. Ezek a szabályok kibírhatók, ezek a szabályok nem örök életre szólnak, hanem néhány hétre vonatkozóan. Ezt követően, amikor a járványügyi fog, biztos vagyok benne, hogy a intézkedések jó részét visszavonják, vagy pedig felfüggesztik. Tehát ezt a kis időt kell igazából ezekkel az intézkedésekkel kibírnunk, ezt követően már ismét vissza lehet térni egy rendesebb kerékvágásba. Akinek bármilyen problémája, kérdése van ezekkel a járványügyi intézkedésekkel kapcsolatban, akkor itt helyben kihez, hová fordulhat, milyen platformon tud információkhoz jutni? Alapvetően nyitottak vagyunk bármilyen platformra, hogyha bármelyik Facebook felületünkön kérdeznek, arra is fogunk válaszolni. Hogyha telefonon fölhívnak minket a hivatalba, igyekszünk akkor is segíteni, vagy e-mailbe is fordultak hozzánk, fönn vannak a honlapon az e-mails, telefonos elérhetőségeink, illetve amennyi hatóság ügyet szeretnék inteni, akkor pedig erre vonatkozóan a ügyfélkapunk keresztül is lehet adni beadványokat. Bármilyen kérdésük van, bármilyen platform minket el tudnak érni.